Korábbi műsorainkban szó volt már a válásról, valamint a gyerektartásról is. Eddig azonban nem esett szó arról, hogy a különélő szülő hogyan és milyen formában tarthat kapcsolatot a gyermekével, és hogy mi történik akkor, hogyha a másik fél ebben meg akarja akadályozni, vagy szándékosan megnehezíti a dolgát. Az elhető műsorunkban ez is kiderül, kérem tartsanak velünk. Miért fontos az, hogy az elvált vagy a különélő szülők is kapcsolatot tarthassanak a gyermekekkel? Azért, mert a gyermek egészséges lelki fejlődéséhez ez mindenképpen szükséges. És ez egy annyira egyszerű válasz, és azt gondolom, hogy annyira józan ésszel felfogható, hogy ahhoz, hogy egy gyermek egészségesen fejlődjön, egy kiforrott személyisége legyen, ha nagy lesz, nagyon meghatározó azt, hogyha gyermekkorában a szülei külön éltek vagy elváltak, akkor hogyan élte meg a gyermek ezt az időszakot, hogyan viszonyultak egymáshoz a szülők, amikor a gyermek kapcsolattartásával adódtak problémák, vagy amikor ebben a körben kellett döntést hozniuk. Miért nem csak jog, hanem kötelezettség is az, hogy a különélő szülő kapcsolatot tarthasson a gyermekkel? És itt arra gondolok, hogy a gyermek fejlődése szempontjából miért fontos ez? Igen, tehát ugye a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a különélő szülőjével kapcsolatot tartson, mert hogy, ahogy az előbb is mondtam, és nem tudom máshogy mondani, a gyermek felnőtt korára a gyermek lelki fejlődését, a személyiségét meghatározza az, hogyha úgy éli meg a szülei különválását, hogy ez teljes mértékben problémamentes volt. A kapcsolattartás joga körében a legnagyobb problémát az jelenti, hogy hiába van a gyermeknek joga, hogy a különélő szülőjével tartsa a kapcsolatot, a gyermeket nevelő szülő számos alkalommal akadályt gördít ez elé, és nem fogja fel annak a kockázatát, hogy ezzel mekkora kárt okozhat a saját gyermekében. Ki dönt egyáltalán arról, hogy a különélő szülő láthatja a gyermekét, illetve hogy milyen gyakran láthatja őt? Tehát ugye a legegyszerűbb az lenne, ha már oda kerül a sor, hogy a szülők nem tudnak tovább együtt élni, akkor ők maguk leülnek és megbeszélik azt, hogy hogyan alakuljon a különélő szülő és a gyermekkel való kapcsolattartás. Hát ez azt gondolom, hogy nem igényel bonyolult jogi ismereteket az, hogy azt gondolja a szülő, hogy amikor a gyermek szeretne az édesapjával vagy édesanyjával menni, akkor a másik szülő ezt engedi, igazodnak a gyermek iskolai elfoglaltságához, tehát igazából vegyék figyelembe azt, hogy mit szeretne a gyermek. Na, hát ez nem mindig van így, azért vannak ebből adódóan sokszor perek, illetve nem csak perek, hanem a gyámhatóságnak is van döntési jogköre ebben az esetben, mert a bíróság abban az esetben jár el kapcsolattartási ügyekben, hogyha gyermekelhelyezési vagy szülői felügyeleti jog rendezése iránti per folyamatban van, ennek keretében rendezzük a kapcsolattartást, vagy folyamatban van a vállóper, ugye, amelynek egy tétele, idézőjelbe tétele a gyermekkel való kapcsolattartásnak a szabályozása. De amikor úgy dönt két szülő, hogy külön élettársak voltak, vagy éppen házasfelek voltak, de még nem akarnak elválni, egyszerűen külön élnek, tehát semmilyen eljárás nincs a bíróságon folyamatban, és mégis probléma van a kapcsolattartással, akkor a gyámhatóság az, aki dönt ebben a kérdésben, akkor, hogyha a felek nem tudnak megegyezni. Tehát az elsődleges szempont mindig az legyen, hogy egyezzenek meg a szülők ebben. Kik azok még a családban, akik a különélő szülőn kívül láthatják a gyermeket? A perekben nagyon sokszor találkozunk ezzel, és számomra nagyon fájdalmas is az, amikor ugye a gyerek nem tehet arról, hogy a szülők között megromlott a viszony, és nem tehet erről a nagyszülő sem. A nagyszülőt is megilleti a kapcsolattartásnak a joga, és nagyon sokszor, amikor a nagyszülőket hallgatjuk meg ezekben a perekben, akkor első sérelemként azt mondja, hogy de a vejem vagy a menyem nem engedi azt, hogy lássam az unokámat. Ebben a bíróság nem tud segíteni a nagyszülőnek, ez is, ahogy az előbb mondottam, gyámhatósági hatáskörbe fog tartozni. Nem szabad elvonni a gyermeket attól, hogy a rokonsággal, a nagyszülőkkel tartsa a kapcsolatot, mert ez is szükséges ahhoz, hogy a gyermek a későbbiekben kiegyensúlyozottan fejlődjön. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mennyi időre viheti el a különélő szülő a gyermeket, illetve hogy például elviheti-e külföldre. Ha a szülők döntenek erről, és ők maguk állapodnak meg, ők maguk határozzák meg az időkereteket az iskolai szünetekbe is, és a minden folyó hónapokban, tehát a folyamatos
kapcsolattartásnak a kereteit is. Ha nem tudnak megállapodni, akkor ugye a klasszikus szabály az, hogy minden páros vagy páratlan hétvégén van a gyermek az édesapával vagy az édesanyával, illetve a szüneteknek a fele időtartamában. Nagyon fontos ezt elmondanom, mert ez is perekből szerzett probléma, hogy például a nyári szünetben 3 hétig volt a gyermek a különélő szülőjével, és ez alatt az időszak alatt nincs folyamatos kapcsolattartás. Tehát a nyári szünet alatti kapcsolattartásnál, amikor mondjuk azt mondjuk, és vegyük a 2 hetet, tehát nyári szünet alatt, ami július-augusztus az iskolai szünet, júliusban 2 hét a jár általában a különélő szülőnek, augusztusban 2 hét. De a nyári szünet alatt akkor nincs folyamatos kapcsolattartás, mert nyilvánvaló, hogy akkor az az édesanya vagy édesapa, aki a gyermekkel minden nap él, akkor pedig ő nem tudna egy hétvégét együtt lenni a gyermekével. Mi van abban az esetben, hogyha a szülő, aki együtt él a gyermekkel, ő különösen rugalmatlan, és még egy kicsit a különélő szülő ellen is hangolja a gyermekét? Igen, ennek a kérdésnek különösképpen örülök, mert nem elégszer hangsúlyozza a bíróság az ítéleteiben, hogy az a szülő, aki szándékosan akadályt gördít a kapcsolattartások elé, elzárja a gyermeket, hogy a különélő szülőjével találkozzon, bizony felveti a szülői alkalmatlanságnak a kérdését is. És én magam is tárgyaltam olyan pert, ahol kimondta a szakértő azt, hogy a szülőnek, és itt nem mondom, hogy anya vagy apa volt, mert nem akarok semmiképpen negatív érzetet kelteni egyik szülőben sem, az a szülő, aki folyamatosan akadályozta a kapcsolattartást, ezzel arra törekedett, hogy elhidegüljön a gyermek a szülőjétől, ez olyan szintű negatív magatartás, ami megkérdőjelezi azt, hogy egyáltalán ő alkalmas-e a gyermek nevelésére hosszú távon.